Ez volt az első olyan bombatámadás Kárpátalját, ami érte, ahol a civil lakosság is megtapasztalta a háború miben létét. A háború ugyan zajlott, de senki nem volt még rá felkészülve, hogy egyszer csak ő is részese lesz ennek a háborúnak, mert olvastak, elvesztek, röttek a frontról a rossz hírek, és akkor a Beregszázi vasútállomást 1944. októberében szőnyegbombázás érte. Mint hallottuk a mai előadóknál, ez már elcsúszott, és már a környező házakra is estek bombák, de ami ettől szörnyűbb volt, az a támadás után a repülőgépek elkezdték a menekülő lakosságot, akik valószínűleg először történt a városban, se tudták, hol az óvóhely, mindenki rohant az utcán, gépuskázták, tehát tömegmészárlás történt, és áldozatai lettek az ártatlan civilek, a szülők, gyerekek, nagymamák, idősek, és ez a megemlékezés, meg minden évi megemlékezés arra kell, hogy figyelmeztesse minket, hogy a háború egy idő után nem válogat. És ahogy akkor a szovjet hadsereg gépfegyvereinek áldozata lehetett magyar, ruszin, olyan, aki várta a szovjet hadsereget, mint felszabadító, de olyan is, aki félt tőlük, tehát ilyenkor nem válogatnak, hisz ahogy Radnóti versébe is hallhattuk, meg olvashattuk, ki gépen száll felébe, annak csak térképe táj, és erről a térképről nem látszik az ember. És hogy az embert is lássuk, és ne legyenek ilyen pillanatok az életünkben, ezért az ifjúságot arra kell nevelni, hogy emlékezzenek az ilyen esztelen eseményekre, különösen ebben az országban, ahol most is testvér-testvér közötti háború zajlik, ahol lehet az egyik barikád egyik oldalán is távoli, másik oldalán is távoli rokonok vannak.